Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Gyönki Német Nemzetiség és Kéttannyelvű Gimnáziumban. Egy olyan iskolába látogatunk most el, amely igen régi és nagy hagyományokkal rendelkezik. Az iskolát 1806-ban alapították Nagyszékelyben, és erről így ír a krónika. A centrális oskola létrejöttének körülményeiről, hogy Nagyszékelyben deákoskola légyen, annak első gondolására alkalmatosság vala az, hogy Csicsvai András ságvári prédikátor Nagyszékelybe vivén fiát német szót tanulni, midőn esztendeig ott tanulna, a deák nyelvre is kell-e már taníttatni. Mivel pedig tiszteletes Kek Dániel nagyszékelyi német prédikátor úrnak két tanulnivaló ifjai valának, arról kezdének gondolkodni és beszélni egymás között 1805. esztendőben márciusban, hogy egy deák tanítót kellene Nagyszékelyben tartani, és egy kis oskolát állítani, reményvén, hogy mások is igyekeznek annak hasznát venni, és segíteni fogják azt a német nyelv kedvéért. Így indult az iskola története. 6 év múlva, 1812-ben került Gyönkösségbe ez az iskola, és azóta folyamatosan itt működik. Ez az, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és ez az, ami kötelez bennünket, hogy a régi hagyományokat továbbvigyük, és a gyerekeket abban a szellemben neveljük, tulajdonképpen a mai napon is, ahogy azt elődeink is elkezdték, és elvárják azóta is tőlünk. Még egy érdekességet említenék az igen gazdag archívumunkból, a régi dokumentumokból. Ez egy 1910-ben íródott ismertető a szülőkhöz a Gyönki gimnáziumról. Egy ilyen községben a diákoknak mind elhelyezése, mind a reájuk való felügyelet könnyebb, mint valamelyik nagyobb városban. Az egyes osztályok növendékeinek száma nem nagy, így a tanároknak alkalmuk van a gyermekek egyéniségét felismerni, és a tanítás módszerét ahhoz alkalmazni. Írják akkoriban, és azt gondolom, hogy ez ma is aktuális. Az iskolának jelenleg 260 tanulója van, ebből 160 kollégista diák. Négy tagozaton működünk, 2 6 évfolyamos és 2 4 évfolyamos. A 6 évfolyamos évfolyamaink német nemzetiségi kéttannyelvű osztály, és egy viszonylag új kísérlet a 6 évfolyamos diszlexiás képzés. A 4 évfolyamos képzéseink között a prioritás az a 4 évfolyamos német kéttannyelvű osztály, és van egy 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi tagozatunk is. Így állnak össze a mindennapjaink, ami az iskolai életet sokszínűvé, sokszor kisé nehézzé teszi. Erste Frage von mir wäre, welche Tiere in euren Zeitungen vorgekommen sind? Über welche Tiere habt ihr gelesen? Az iskola profiljából fakadóan itt nagyon sok plusz feladat hárul a német szakosokra a mindennapi órai munkán kívül. Néhányat felsorolnék, amivel foglalkozunk, tehát például a német ösztöndíjakat odaítéljük, illetve megszervezzük ezeknek a lebonyolítását. Ezek között talán a legismertebbek az egyéves Baden-Württembergi ösztöndíj, ezt évente általában egy gyerek részesülhet ebből. Van a Goethe ösztöndíj, ez egy 3 hetes nyári tábor. Az idén 4 tanulón kapott ilyen, vagy kap ilyen lehetőséget a minisztériumtól, hogy ebben részt vehet. Ezen kívül rendszeresen jelentkezünk a különböző versenyekre, pályázatokra. Nemrégiben zajlott a világnyelvvetélkedő, ahol nem csak a némettel, hanem sok-sok nyelvvel kellett megbarátkozniuk a diákoknak. Van egy vendégtanár a gimnáziumunkban, ez nagyon jó, hogy van vendégtanár, ugyanis ő nem csak egy másfajta mentalitást közvetít, egy más kultúrát közvetít, hanem nekünk tanároknak is nagyon jó, mert minden nap tréninget jelent, tehát nekünk is folyamatos nyelvgyakorlási lehetőséget biztosít, és természetesen főleg a diákok számára ez nagyon jó, hiszen a vendégtanárok általában másképp tanítanak, más egyéniséget közvetítenek a tanulók számára, mint esetleg mi vagyunk, tehát ez egy érdekes és nagyon hasznos színfoltja a gimnáziumnak.
Ich bin Gastlehrer hier am Gymnasium in Jöng, am Tolnai Lajos Gymnasium. Vendégtanár vagyok a Tolnai Lajos Gimnáziumban. 9 éve Németországból érkeztem Jöngre. Azóta itt élek és tanítok német nyelvet és irodalmat, valamint földrajzot, természetesen ezt is németül. A vendégtanári program 1988-ban indult Magyarországon. Jöng egyike a két magyar iskolának, ahova anyanyelvű tanár érkezett. A program célja az volt, hogy a két tannyelvű iskolákban segítse a célnyelvi, nemzetiségi iskolákban az anyanyelvi oktatást, valamint a szaktárgyi oktatást német nyelven. Ezen felül a német kollégák segítséget nyújtottak metodikai, illetve didaktikai kérdésekben is. Később a program átstruktúrálódott, egyre nagyobb szerepet kapott a tanárok továbbképzése nyelvi, tanítástervezési és szaktárgyi oktatási területeken. Nagy feladat volt a magyar kollégák számára a szaktárgyak oktatása német nyelven, ebben sok segítségre volt szükség, hiszen a régebben megszokott német mint idegen nyelv oktatást felváltotta a német mint célnyelv. Nagyon sokat fejlődött ez a rendszer, mióta itt élek. Érdekes és örömteljes látni az eredményeket. Gyönkön a nyelvoktatáshoz már régóta társul az európaiság eszméje. A mi tanulóink gyönki éveik alatt elsajátítanak olyan készségeket is, mint egymás elfogadása, más kultúrák iránti kíváncsiság és nyitottság, német nyelvű újságírás, riportkészítés, stb. Szeretek a magyar tanulókkal foglalkozni. Érdeklődőek, nyitottak, talán nem mindig elegendő a szorgalmuk. Jól érzem magam a testületben, és a községben is több baráti kapcsolatot ápolok. Amit úgy gondolom, hogy feltétlenül el kell mondani, azok a nyelvvizsgák, amik a mi falaink között zajlanak. A két legismertebb az az ÖSD, ez az Österreichische Sprachdiplom, ami ma akkreditált nyelvvizsgaként működik. Ez a tanulóink számára egy nagyon jó lehetőség, de nagyon nagy a kívülről jövők érdeklődése is, amióta ugye az egyetemi diplomához, különböző munkahelyekhez, különböző foglalkozásokhoz nyelvvizsga bizonyítványt is kérnek. Ez éppen most zajlik majd januárban, ez a nyelvvizsga a gimnáziumban, ebben mindig a harmadikosok vesznek részt. A másik az a DSD, aminek holnap lesz a próbavizsgája éppen a falak között. Ezt a negyedikesek számára rendezzük, vagy szervezzük, ez pedig a Deutsche Sprachdiplom, aminek egy olyan óriási előnye van, ha valamelyik végzős diák Németországban vagy német nyelvterületen szeretne tovább tanulni, akkor ez egy útlevelet jelent számára a németországi felsőoktatásban. Hát mi az, amit még csinálunk? Én azt hiszem, hogy a két tannyelvűségből fakadóan nagyon sok pluszmunkát jelent az is, hogy bizonyos tantárgyakat ugye németül is tanítunk, így a történelmet, a fizikát, a földrajzot, ami a gyerekek számára megint azért nagy előny, mert a két tannyelvűség nemzetiség érettségével egyben nyelvvizsga bizonyítványt is kapnak. Másrészt óriási szókészletük halmozódik fel ezekről a területekről, és úgy gondolom, hogy az Európai Unióban talán ezt majd kedvezően tudják kamatoztatni. Amit én jónak tartok a mi nyelvoktatásunkban, hogy ez egy nagyon kommunikatív nyelvoktatást céloz meg, tehát tényleg az a cél, hogy a gyerekek ismerjék és tudják használni a nyelvet, és majd az unió polgáraként remélhetőleg sokkal bátrabban is élnek ezzel a lehetőséggel. Részben a nyelvtanulás tökéletesítése miatt projektekre vállalkozunk. A tavalyi évben zárult le két nagyobb projekt, ami évekig ment, egy Süddeutsche Zeitung projekt az iskolában, és egy ifjúsággazdaságiskola projekt, ahol a gyerekek németül tanulták az újságírást, Németországba utazhattak, látogathattak el üzemekbe, tehát a mai kor igényeit elégítette ki az ifjúsági gazdasági projekt végül is. És most zárult egy hónapja egy Comenius projekt, ahol partneriskolákkal próbáltunk egy háromnyelvű brosúrát összeállítani.
több mint 10 éves múltra tekint vissza a gimnázium diákújsága az Einstein, Feketéné Bíró Katalin főszerkesztő irányításával a több mint 10 év alatt nagyon sok diák vett részt ebben a csapatmunkában. Szívesen foglalkoznak a gyerekek a cikkek megírásával, képek kiválogatásával. Most egy új, friss szerkesztőség van, reméljük, hogy nekik is elődeikhez méltóan sikeres számot sikerül az idei tanévben kiadniuk. Iskolánkban 4 éve indult egy 6 osztályos diszlexiás tagozat. Ebben olyan gyerekek jöhetnek, akik a Tolna megyei szakértői bizottság papírjával rendelkeznek, hogy ők írás, illetve olvasási problémájuk van. Ezen a tagozaton olyan könnyebbséget kapnak a gyerekek, hogy 15 fő a maximum osztálylétszám, tehát kis létszámba tanulhatnak, illetve értékelés aluli mentességet kapnak helyesírásból, valamint némely gyermek idegen nyelvből is, akinek ez is problémát jelent. Sok segítséget kapnak abban, hogy a gimnáziumi anyagot hosszabb időtartam alatt tanulhatják meg, ugyanis nehéz nekik az anyag feldolgozása. Ebben az is segíti őket, hogy a gyerekek legtöbbjük kollégista, ezáltal délután külön nevelőjük van, aki pluszban foglalkozik velük, csak az ő anyagrészükkel, és hogyha kell, akkor a délelőtti tanári órát újra megtartja, illetve hát kiegészíti, azt elmélyíti a gyerekeknek. Sok segítséget nyújt nekik a számítógép, itt biztosítunk nekik plusz számítástechnika órákat délután, ahol az írást, a gépírást gyakorolják, használhatják, megtanulják használni a helyes írásjavító programot, illetve számítógépes logopédiai fejlesztésben is részesülnek, ami még plusz fejlesztési lehetőség, illetve van heti egy logopédia órájuk, ami osztálylogopédia, itt az írás, helyes írás fejlesztése folyik le elsősorban, illetve képességek, részképességek fejlesztése. Ezen kívül még van lehetőség egyéni és kiscsoportos logopédiára is. Itt gondolok azon, hogy akinek beszédsérülése van, ugyanis a diszlexia egyik oka lehet egy ilyen maradvány tünete, a beszédsérülés, illetve van egy hallássérült kisfiú most is, akinek a beszédfejlesztésre van szüksége. Illetve vannak még ilyen képességfejlesztéseink, délután itt gondolok bármilyen logikai gondolkodás fejlesztésre, manipulációs fejlesztésre, illetve mozgáskoordinációs fejlesztésre, ami ezeknek a gyerekeknek nagy problémát jelent. Te pipiske, te hernyó, te boszorkány tojás! Hát azért küldtünk be oda is, hogy a munkautálással nem cifrálkodjál. Hát erre baleszes, a tisztességre nincs. Még a legkisebb tisztességre sem. Szervezés alatt van az énekkarunk, jelenleg színjátszó csoport működik az iskolában, a népi táncú szakkörünknek 15 éves hagyománya van az iskolában, rajzszakkörünk van, kézműves szakköröket szervezünk, tehát sok olyan terület van, ahol a gyerekek kézügyességét próbáljuk fejleszteni, és a testmozgásukat tudjuk megoldani. A gyerekek sportolási lehetőségét biztosítani kell. Ez ugye városi iskolákban könnyebb, mert a városi klubok ebben tudnak segíteni, illetve ott van sportolási lehetőség. Ezt a hiányt pótolja a kézilabda elsősorban, a fiú kézilabda, amelynek most régebben is nagyon szép eredményei voltak, de az utóbbi 10 esztendőben folyamatosan jönnek a jó eredmények, 4-szer voltunk országos döntőben, korosztályos válogatottjaink vannak időnként. Új sportág az iskolában a twirling nevű, amely a ritmikus sportgimnasztikának és a mazsoretnek egy ilyen furcsa keveréke, de örülünk neki, hogy a lányoknak is van sportolási lehetősége. Paksról jöttem, ott vagyok leigazolva, mint Burning versenyző. Ez a sportág egy gimnasztikával ötvözött botforgatás.
Mi nemzetközi és országos versenyekre járunk. Itt idén kezdtük el először ezt oktatni. Hát remélem, hogy minél előbb kialakul itt egy versenyzésre képes csapat. Csoportosban általában első második helyen szoktunk végezni, párosban második harmadik, és szintén egyéniben második harmadik. Szabadidősportot igyekszünk még megoldani, illetve lehetőséget biztosítani a gyerekek számára. Konkrétan azt mondja, hogy esti focik vannak a fiúknak, a fiú kollégistáknak, lányfoci is van, bajnokságban is beneveztek a lányok, ezen kívül röplabdázási lehetőség van még. Első lépésre mindig irányba lépek, a következő kettőre fordulok, mégpedig így, fordul. Most megint ugyanabb az irányba hátal. Györkönyben volt táncos táborunk, innen is voltak gyerekek, és az egyik legnehezebb tánc, amit valaha én előhívtam, vagyis készítettem a koreográfiáját, gyönyörű szépen megtanulták. A képességben semmi gond nincs. Kicsit gond az, hogy heti egy alkalommal, és hát az, hogy jóformán 3 év áll rendelkezésre. Hát, hogy teljes mértékben táncossá nevelni senki nem lehet. Önmagához képest mindenki jóval többet tudna produkálni, ha tovább tehetné, tovább táncolhatna. Külön észre lehet venni, aki némettől fakad. Kisebb mértékben, aki nem, de érteklődik, hogy erős a vonzódása a gyerekeknek az ilyen kultúra iránt. Legnagyobb gyönyörűségemre. A kollégiumi élet, ahol arra figyelünk, ami majd a háttérben is látható, tehát van egy ilyen választott jelszavunk, amit Tolnai Lajos írt le. Itt kezdtem tanulni a valót, itt kezdtem tanulni az embert. Tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek pszichéje is a mai világban épp maradjon, és testileg, lelkileg épp emberként induljanak el a nagybetűs életbe tőlünk. Tanévet úgy kezdik legalábbis a negyedikesek, hogy van egy szecskavató, ami először a kollégiumban van, utána a gimnáziumban. Itt egyébként kapnak az elsősök, amit decemberig kell hordaniuk, december 6-áig. Aztán októberben vannak különböző választások a gimnáziumban, ez a kollégiumi önkormányzat és a diák önkormányzat. Aztán novemberben különböző színházlátogatások Paksra, illetve Pécsre. És decemberben van ez a Mikulás ünnepség, mikor leveszik a jelvényt, és van a karácsonyi vacsora, amikor a diákok ülnek fent az ebédlőben, és egy vacsorát együtt eltöltünk, és van a DSD nyelvvizsga ebben a hónapban, és a szalagtűző ünnepi, amit a negyedikeseket érinti. Januárban még a DSD szóbelink van hátra, és az ő SD-t a harmadik évfolyam is megpróbálja letenni. Februárban a farsang ünnepét tartunk itt a kollégiumban, márciusban tolni napokat, itt ez egy többnapos program. Áprilisban van az Európa nap, itt is kultúrteremben vannak különböző programok, és a tornateremben. Májusban ballagunk, és ugye hát júniusban pedig érettségizünk. Harmadik éve vagyok a Tolnai Lajos gimnáziumnak a tanulója és kollégista is vagyok. Te már? Hát igen, én már 5 éve itt vagyok. Pontosabban ez az 5. éve, mert egy olyan még hát egy hosszú lesz, hosszúnak érkezik a dolog. Én nem bántam meg, hogy ide jöttem. Nagyon szeretek itt lenni, a közösség nagyon jó, és az iskola is. Kis létszám ugyan, de nagyon családias. A tanárokkal is olyan kapcsolataink vannak, hogy bármiben segítenek, hogyha kérjük, és
és nagyon rendesek. És a kollégiumban is a hangulat nagyon meghitt, nagyon sok barátunk van, nagyon sok mindenkit ismerünk. Igen, én is elsősorban a társaság miatt jöttem ide, ugyanis egy szomszédom ajánlott ezt az iskolát, és hát megfogott elsőre. Nem is a maga gyönk, hanem a társaság főleg megfogott. Nem. És nagyon-nagyon sok lehetőségünk van például külföldre kijutni, és ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, a nyelvtanulása eleve. Ez nagyon fontos is, és nem tudom, én nekem csak pozitív benyomásaim vannak, és mindenkinek ajánlom. Igen, sok csak kapcsolatban vettünk részt. Hamburggal, Iznivel, Simo volt kint Svájcban, akkor Bad-Ladgersburggal, sok volt. És ezek ilyen felejthetetlen élmények, tényleg mindig, ezekre mindig emlékezni fogunk. A mai világban nehéz diáknak lenni, mint ahogy nehéz minden területen boldogulni az életben. Igyekszünk a fiataloknak ehhez segítséget nyújtani, hogy a lehetőségekkel hogy élnek, az részben rajtuk múlik.